üdvözlöm a csapatot, én Bozóki Sándor vagyok, Benté a Stakiból és a Corvinusról, és társszerzőim Csungli Li Tajvanról és Rónyai Lajos a Stakiból, illetve a Műegyetemről. Egy geometriai problémát hoztam ma estére, a feladvány a következő. Helyezzünk el minél több egyforma cigarettát úgy, hogy bármely kettő érintkezzen. Aki szeretne rajta gondolkodni most, ne csukja be a szemét egy néhány másodpercig. Hatot el lehet a következőképpen, sőt hetet is el lehet a következőképpen. Jó magam egyébként Mérő László észjárások című könyvében olvastam először erről a problémáról. Az évszámot nem mondtam, de ez egy 60, majdnem 60 éves probléma. A mai napig nyitott kérdés, hogy lehet-e 7-nél többet, például 8-at. Egy pillanatra visszamegyek. Azt láttuk, hogy mind a két megoldásban olyan érintkezések is vannak, hogy vég az oldallal. Tehát, hogyha végtelen, ha hosszabbak lennének ezek a cigaretták mind a két irányba, például végtelen hosszúak, akkor ez a típusú érintkezés ez már nem lenne jó. Tehát ez Littlewood sejtése vagy kérdése volt, hogy lehet-e 7 végtelen hosszú hengert elhelyezni. Egy minimum 62-es, de lehet, hogy még egy korábbi forrást is sikerül találnunk. Ez egy nyitott kérdés volt egészen mostanáig. Azt tudjuk, hogy 6-ot lehet. Például ez egy 6 páronként érintkező konstrukció végtelen hosszú hengerekkel. Hogy mennyire nem teljesen triviális a dolog, arra két dolgot mutatnék. Az egyik az, amit Bezdek András néhány éve megmutatott, hogy a páronként érintkező végtelen hosszú azonos sugarú hengerek maximális száma az legfeljebb 24. Tehát, hogy ennél több nem lehet, az biztos. Tehát most az alsó a 6, a felső a 24, itt tartunk jelenleg. És még egy, ami miatt nem triviális, itt van egy nagyon ígéretes konstrukció Cooperwerktől, 8 henger tartalmaz, 8 végtelen hosszú hengert. Egy teljes cikkben tellett bebizonyítani, szintén Bezdek András és társszerző Ambrus Gergely által, hogy ez nem jó. Bármennyire is jónak tűnik, ez matematikailag nem exakt, legalább egy hengerpár nem érintkezik. És akkor a saját eredményünkről annyit, hogy az, hogy páronként érintkező hengerek az igazából az, megegyezik azzal, hogy egyenesek, a hengereknek a tengelyeit egyeneseknek gondoljuk, és ezeknek az egyeneseknek kell a páronkénti távolságának azonosnak lenni, a henger átmérőjével megegyező távolságnak. Ha visszagondolunk koordinátageometriából a kitérő egyenesek távolságának a képletére, akkor, és ezt behelyettesítjük az egyenes paramétereivel, akkor egy egyenlet az így fog kinézni. Ez egy többváltozós polinom rendszer alakjában jelent meg. No, ilyen egyenletből van 20, nem mind a 20 ilyen hosszú, 10 rövidebb, 10 ugyanilyen hosszú, és van 21 változónk. Ezt az egyenletrendszert kell megoldani. Nem megyek vele most az epsilonozásba, hogy miért kell egyenlőnek lenniük. A kulcs szó itt az, hogy a homotópiás módszert alkalmaztuk, ennek a részletezésében megint nem megyek bele. A lényege az, hogy a P-t polinomrendszert szeretnénk megoldani, és helyette kiindulunk egy Q-ból, aminek viszont ismerjük a gyökeit, és ebből egy ilyen konvex átmenettel lépésenként, apró lépésenként eljutunk a P-ig. Heurisztikus módszer, de kiválóan működik. A számítás igényről annyi, hogy 10 a 11-e nagyságrendű a megoldás jelöltek száma. Ebből nem tudjuk, hogy mennyi a valós, de minket itt a valós gyökök érdekelnek. 3 hónap alatt találtunk egyet. De a kérdés az, hogy vajon jók-e ezek a gyökök, tehát hogy matematikailag is exakt, nem csak egy jó közelítés. És erre két tesztelő algoritmus van, az egyik az Alpha Certified, a másik egy intervallumos technika,
diszkuszióba nem megyek bele, de mind a kettő igazolta, bármelyik elég lett volna, tehát ezek bármelyik elég lett volna, hogy a pozitív választ igazoljuk. Az a megoldás, amit találtunk 7 hengerre, az tényleg jó. Ezt az eredményt, ezt egy augusztusban benyújtott kéziratban publikáltuk, most nagyon várjuk már a bírálatokat. És akkor ez az egyik megoldás. Ez a másik. Meg ami ott megy körbe-körbe, az ez egyébként. És a következő cikkünkben pedig azt fogjuk megmutatni, hogy igazából végtelen sok ilyen páronként érintkező 7 henger szett van, és ezek folytonosan átmennek egyik a másikból. Köszönöm szépen a figyelmet! Igen? Nem akarom Zétóból így a mítosz meg ezt az aurában, aki alakult, de ott valamit nem is üzleti gyakorlatig használom valamit. Nem is gondolnád, hogy mennyire jó a kérdésed. Amikor augusztusban benyújtottuk a cikket, pontosabban benyújtottuk, és ezzel párhuzamosan feltöltöttük az Archive-ra, akkor néhány héttel később írt egy fizikus Dél-Koreából, hogy ezt a problémát nanocsövek témájában is kutatják, azért, mert nanocsövekből lehet szöveteket szőni, és ez azért fontos, ilyen szöveteket szőni, mert ez lélegzik, olyan, mint a Gore-Tex, nem tudom, hogy így kell mondani. Tehát, hogy összenyomod fölülről, és ahelyett, hogy oldalra, tehát viszintes irányba kilapulna, abban az irányban is összemegy. A fizikusok ezt úgy mondják, hogy negatív a Poisson aránya. És ennek vannak alkalmazásai. Tehát, és ami érdekes, hogy ez a fizikus, aki írt, ő is foglalkozott ugyanezzel a problémával, és talált is nagyon hasonló konstrukciót, csak ő a matematikáját azt nem tette rendbe, tehát bizonyos tizedes jegyig, néhány tizedes jegy pontossággal talált ilyen megoldásokat, ami lényegi újdonság, hogy ez most tételszerűen is beláttuk, hogy igaz. Azt nem tudom, hogy további alkalmazások vannak-e. Csapatépítő tréninggel el tudnék képzelni olyan alkalmazást. Hogy páronként érintkező csapattagok maximális száma. Kicsi a rakás absztrakt verzióra lehet gondolni. És mondjuk a hosszú hajjal érintkezés az nem ér, az túl könnyű. Egy pont hosszú hajjal, akkor igen. Igen, csak nem. Számomra nem lehet világos, hogy végül is elméletileg létezik a nyolcadi. Nem, az továbbra is nyitott, hogy nyolcat lehet-e. Mind a két, a véges is, tehát a cigarettás is nyitott, hogy lehet-e nyolcat, vagy annál többet. És a végtelen is nyitott, nem tudjuk, hogy lehet-e nyolcat, vagy annál többet. Ez lenne a lényeg. Erről szól a vita. Akkor... Két év múlva visszajövök és elmondom a nyolcasat. Igen. 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 Még csak ezt se tudjuk, hogy ez az összes lenne. Tehát találtunk egy megoldás családot, amik egy megoldás görbén helyezkednek el a 21 dimenziós térben, de hogy vannak-e más megoldás görbék, azt nem tudjuk. De nagyon érdekelne, hogy van-e. Csak egyenesekkel, a síkokkal, vagy másfajta téridomokkal is létezik olyan probléma. Igen, a hengereket, tehát hogy ugye a végtelennél rövidebb a cigaretta, de a cigarettánál meg még rövidebb a pénzérme, az egy nagyon rövid henger. Na, abból hányat lehet? Ez megint egy ilyen gondolkodó feladat. Nem mondom meg, hogy hányat, de nem hat, és, vagy nem tudjuk, hogy hat-e, de
de mondjuk... Gondolkodjatok rajta, hogy nem tudja. És már olyat is olvastam, hogy tóruszok, azon az egybevágó tóruszok, páronként érintkező egybevágó tóruszok maximális száma. Abba még nem fogtunk bele. Kicsit félünk tőle. Igen. Próbálta valaki kézzel, fejvel, vagy valami megoldani? Tehát mondjuk autista vagy az bizonyos, hogy a Gardner népszerűsítette páronként érintkező cigaretták problémaköre, az egy hallatlan népszerű valami. Tehát eleve a Gardner feladat. Abszolút kocsmaképes. És tehát a páronként érintkező cigaretták, illetve hengerekkel nagyon sokan foglalkoztak. Ami viszont lényeges különbség, hogy a cigarettákat azért úgy előbb-utóbb a hatosat is, meg keveseknek a hetet is sikerül megtalálni adott idő alatt. De ez nem az a tipikus megtalálható alakzat. Ezt még az összecsavarozott állapotban is nagyon kellett ügyelni, arra pedig nagyon pontosan van kifúrva. Abban a üzemben készültek a furatok, ahol a gömböcöt is gyártják. Baromi fontos. És még így is azért nagyon kellett, tehát meg kellett szorítani a két hengert, hogy a csavar bele tudjam tenni. Ebben 21 csavar, nem ebben, hanem ami körbe megy, abban 21 csavarban. Én a dimenzióra egy csavar. Igen. Bocsánat, ezt nem hallottam. Igen. Nem, nagyon nem. Hát az az igazság, hogy már a cigarettások se öntartók. Tehát már az a hat is úgy lerajzolva jól mutat, de ha azt le tudjátok rakni úgy, ahogy kinézett, az jó, de a hetet meg végképp nem. Tehát hogy ezek ez mind nagyon érzékenyek a legapróbb mozdításra is. Igen? Hogy találtad meg ezt a problémát? Egyetemista koromban olvastam Mérő László észjárások című könyvét. Egyébként matematikus vagyok, de ezt a matematikai problémát egy inkább pszichológiai témájú könyvben találtam. De ez ott beakadt? És... Nem, ez... Magam is meglepődtem, egyébként soha nem foglalkoztam geometriával. Ez az első geometriai probléma, amit megoldottam. Vagy megoldottunk hárman. Nem, ez 12 évig lappangott, aztán egyszer csak eszembe jutott. Mi volt az a pillanat? Igen, tehát akkor a kérdésed az, hogy de egyébként mit csinálok? Az MTA Stakiban kutatok, döntési rendszerekkel és operációkutatással foglalkozok, illetve a Corvinuson tanítok döntéstámogatást. Nem, a 183 egyébként, de úgy jön, hogy a bevezetőben, a nulladik fejezetben szerepel néhány rejtvény. Tehát például az R2-es rejtvénye, ez egy rendőrtiszt meséli. Van egy édes öcsém, aki szintén rendőrtiszti pályára készül. Ami a legérdekesebb a dologban, neki viszont nincs bátyja. Hogy lehetséges ez? Na, szóval ilyen, meg van 12 ilyen rejtvény feladvány, és ezek közül az egyik a hengeres. Nem látok több kezet, akkor... Te még, bocsánat! Nem, az kettő darab egyenes távolságának az egyenlete. Tehát az egy párra vonatkozik. Azt az összefüggést írja le, hogy a,
az ijedik henger meg a ijedik távolság érintkeznek. Tehát az ijedik egyenes és az ijedik egyenes távolsága kettő, ha mondjuk egy a sugár. Nem tudom, hogy igen, nem, nagyon jól mondod, mert amikor csak simán felírjuk vektorokkal a képletet, az egy hányados, aminek a nevezőjében egy skaláris szorzat van, a számlálójában meg egy vektoriális szorzat, úgy leírva nem bonyolult, csak ha behelyettesítem a változókat, a koordinátákat, akkor az bár kicsit elbonyolódik. Igen, ez a jó kérdés, hogy vajon létezhet-e megoldása. Ha tippelni kellene, akkor a tipp az lenne, hogy nem, ugyanis több egyenletünk van, mint változónk, ami úgy általában nem szokta elősegíteni a megoldásnak a létezését. Nem rossz ez, nem, az kevésbé aggaszt, hogy tehát az ember mindig szívesebben bizonyítja be valaminek a létezését, pláne ha az valami kézben lehető dolog, mint valaminek a nem létezését, úgyhogy a jó részén már túl vagyunk. Köszönöm szépen.